viết tất cho em bao nhiêu khúc ca về mình. It's you, you my boy. Cứ thích bên nhau, cứ thích. Sziasztok! Én mindenkinek egy újabb videóban, a nevem Kitty, és ugye a címmel is láthattátok, most egy óriási kihívás elé vetem magam, hiszen hajnali 5-kor fogok felébredni, és megnézem, hogy ez hogyan befolyásolja a napomat, a vár eredményeket hozzá majd, ami számomra az, hogy egy produktív napom legyen, és maximálni tudjam a reggelemet. Óriási éjjeli bagoly vagyok, szóval ez a videó azt is teszteli, hogy mennyire vagyok képes a saját habitusom ellen menni. Szóval szerintem vágjunk is bele, és nézzük, hogyan indul a napom hajnali 5-kor. Jó reggelt, vagy inkább jó hajnalt. Miért csinálok én ilyen videót? Szükségem van egy kávéra. Most ez lesz, ami majd kikelt az ágyból, a kávé. Az ilyen 5 órás keresők előtt általában az emberek korábban is elmennek lefeküdni. Hát nekem ez nem sikerült. Én ilyen 12 körül feküdtem le. Most csak 5 órát aludtam, mégsem vagyok annyira fáradt. Plusz most még jön egy kávé, szóval az kiegyenlíti az állást. Na, felkelek. Oh, listen honey, if I told you about the way that I felt. Hát ilyenkor még tényleg senki nincs lent. Kicsit félelmetes is ez a sötétség. Ez az én felkelési technikám, 5 percenként egy ébresztő. Nagyon elbebecseltem az időt. Egy picit is, hogy már ennyi az idő. 5 óra, 50 van. Erre kellett 50 perc. Tényleg teljesen lassított üzemmódban vagyok. Viszont bele kell egy picit húznom, mert 8-kor lesz egy online órám. Elsőnek fogok írni naplót, viszont mivel nem hoztam naplót, meg fogom írni a laptopomon, a reggeli gondolataimat. Ilyenkor még nem cikázik ezer gondolata a fejemben, szóval könnyebb is összefoglalni, hogy mit érzek, vagy mit gondolok, szóval ezt fogom tenni. És van egy ilyen reggeli motivációs videó. Ezt fogom hallgatni. Szóval majdnem eltelt már egy óra. Nagyon gyorsan szalad az idő, de ami különben jó érzés az az, hogy produktív vagyok, és olyan dolgokra szakítok időt, amire amúgy nem tenném, szóval naplót, már tök régen nem írtam, különben pedig szépen lassan kelek fel, a nap kell velem együtt, és ez egy jó érzéssel tölt el. Nézzünk valami reggeli után. Ez jó lesz. Nutellás. Na jó, most már ideje nem felállni, szóval összecsukom a laptopomat, és elkészülődök, fogatosok, megcsinálom a sminkemet, felöltözök, és elkészítem magam a 8 órai órámra. Igaz, hogy el tudok 10 perc alatt is készülni, viszont mivel most van 1 órá, azért most kihasználom, hogy én komótosan tudok elkészülődni. Most jöhet az outfit-tel, valamit kiválasztok a napra. Ez a kulcsi jó lesz. A bőrkötyemmal. Nézzétek, ez a mai outfit. Ugye rajta van a bőrkötyem, és ez a kulcsi. És egy picit bővebb is, mint az én méretem. Viszont ma mindenképpen kényelmeset szerettem volna felvenni, hiszen csak online óráim lesznek, mert ez különösebb feladatom. Erre a napra ez tökéletes. Tűh, ha már is 8 óra, szóval valahogy megkeresem a Teams-et, mert ott lesznek az óraim. Ez az én belépésem, csatlakozás. Azta, aki már egyből képpen jelentkezik be. Ki is kapcsoltam.
ezen az értekezleten 207-en vagyunk. Ez nagyon durva. Ez majdnem annyi, mint az előző iskolámnak a negyede, és ez csak egy óra. Hát túl vagyok az első órán, és tök boldog vagyok, mert szuper jó volt. Mikro- és makrogazdaságról tanultunk, nagyon érdekes volt, olyanok voltak, hogy ugye ezeknek kik alkották meg az alapjait, hogy pontosan a gazdaságban mennyire lépjen be maga az állam, akkor, hogy milyen források vannak, mi az érték, ez kultúránként hogy változhat. Lehetett kérdezni is, viszont az a vicces, hogy szinte egy magyar ember se kérdezett, hanem csak ilyen nemzetközi tanulók, akiknek még nincs meg a vízumuk, még nem tudnak hivatalosan az egyetemre járni, meg ilyesmi problémákról volt szó. Szóval tök örülök, hogy nekem semmilyen gondom nincs. Nagyon álmosodtam, mert azért ez a másfél óra sok. A 45 perces óráknak a végére is már sokszor K.O. voltam, de így, hogy másfél óra egyben van, ez azért kemény, szóval megcsináltam a második kávémat is, próbálok még pörögni, készítettem egy jegyzetet is, nagyon gyorsan beszéltek, de különben sikerült nagyjából mindent leírnom. Az egyik barátnőm küldött egy jegyzetet, amit ő készített, mindjárt megmutatom. Csomóan például tabletre jegyzetelnék, és a Hanna barátnőm is elküldte, hogy ő hogy jegyzetelt, és nagyon szép. Biztosan így is nagyon jól lehet tanulni, én egyelőre még az írásos, hagyományos változatnál maradok, de írjátok meg, hogy ti melyiket szeretitek jobban. Mielőtt tovább mennénk, szeretném megköszönni a Hey Happiness-nek, akik támogatták ezt a videót. Ők egy olyan márka, akik ékszereket gyártanak, és emellett környezettudatosak is, szóval minden eladott egy darab után ültetnek egy fát. Azért tartom csodás dolognak, mert én is igyekszem környezettudatosan élni, és például szelektíven gyűjtöm a hulladékot, komposztálunk, van egy kiskertünk, amiben zöldségeket termesztünk, szóval ilyen apróságokkal figyelek a környezetemre, és szívesen adom a nevem olyan kezdeményezésekhez, akik ugyanezt tartják fontosnak. Szóval ezért is tetszik nekem nagyon a Hey Happiness, nem is beszélve a székszereiről, amik szerintem nagyon csodásak. A kedvencem rajtam is van, ami egy világtérképes nyaklánc, és ez a gyűrű, amit azért imádok, mert az óra szettemnek ezzel a karperecével szerintem nagyon jól megy, hiszen letisztult és rose gold, és a nyaklánc is ugyanúgy rose gold, valamiért most rose gold mániám van, szóval nagyon-nagyon imádom ezt a darabot. Egyébként kaptam tőlük egy csomagot, és szóval most gyorsan megmutogatom, hogy ebben mik voltak. Volt még egy rose gold lánc a csomagomban, ami szerintem nagyon kifinomult, ez a körforma, ez bármihez illik. A pasztel rózsaszín csodás csomagolásban kaptam egy aranyszínű kábetűs medált, ami nagyon tetszik, nagyon szolid, és éppen ezért úgy gondolom, hogy gyakran tudom majd viselni, hiszen mindenhez megy. Hogyha esetleg a jövőben szeretnétek a Hey Happiness-től rendelni, akkor látogassatok el a honlapjukra, vagy az Instagram oldalukra, és ott minden a ékszerekkel kapcsolatos fontos tudnivalót megtaláltok. Egyébként a Neptune, ahol vannak ugye az óráim, áttam állítani rózsaszínre, szóval nagyon szép, úgy néz ki, mintha a Dr. Sussiban lennék. Ha például ti is most mentek egyetemre, akkor ne felejtsétek el átállítani a Neptunt valamilyen színre, mert tök jól néz ki. Egy másfél óra szünetem van, és utána fent tartató turizmus alapjai következik. Szóval ezt a másfél órát megpróbálom produktívan eltölteni, és elkezdem vágni a videómat, amit tegnap felvettem. Közben változott az outfit, vigyázat! Szóval felvettem egy hosszú jut ezzel, mert picit fáztam. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play. Itt a mama féle szilvespitém. Nyomi. So, you know, we want to talk a little bit about the significance of tourism from a global point of view. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that... Hát ez egy nagyon fárasztó óra volt. Összesen 60 dia volt, és mindegyiken ilyen statisztikák, és
Fú, most eszem egy kis húslevest, és utána megnézem ezt a prezentációt, mert mondták, hogy a csütörtöki órára nézzük át, hogy addigra képben legyünk, szóval jegyzetelni fogok egy picit, meg megtanulom. Most megebédeltem, a következő feladatom az az, hogy elküldjek jóváhagyásra egy videót, most ezt készre fogom vágni. Most elkészült ez a videó, le is mentettem, hihetetlen, hogy milyen gyorsan működik ezen a gépen a lementés. Egy 1 perces videót 14 másodperc alatt mentett le, ami számomra hihetetlen, és nagyon megkönnyíti a dolgozat, mert nem kell rá sokat várni. A wifi az nem tudja olyan gyorsan feltölteni, mint amilyen gyorsan le tudtam menteni, szóval ez egy időigényes procedúra lesz, viszont addig csinálok egy pár TikTokot. Mert meg is találtam a legjobb helyet, ahova ha kirakom a telómat, akkor tök jó a fény. Ide ehhez az ablakhoz szoktam, szóval ilyenkor elrakom innen ezt a képet, és akkor mehet is a tartalomgyártás. I don't know when it started. It feels as natural as drinking water. Learning my lessons, but still looking for some trouble again. Sink my teeth into. Fel vannak töltve a videóim, még szerintem este felé kirakok még egyet, de most arra gondoltam, hogy elmegyek egyet sétálni, mert nagyon jól esne kimozdulni egy picit, szóval most mindjárt veszem a cipőmet és elindulok. Közben itt elővettem a vászontáskámat, ebbe fogok bevásárolni, meg oda is elszaladok most már. Napszemcsi. Kulcsom. If I stayed in my city, mutatom, hogy miket vettem. Tószkönyöret, sonkát, a kedvenc teámat, bronzosítót, és humusz. Kezd kifogyni az előző humuszom, szóval ebből is most feltárasztam. Ilyen nézett ki az előző bronzosítom, már eléggé rossz volt a helyzet. Most itt az utánpótlás, ezt be is rakom a messzeszerembe. Időközben melegem lett, szóval gyorsan átöltöztem. És most meg fogom nézni, hogy feltöltötték-e a CoSpace-re. Ez egy ilyen portál, ahova feltöltik az anyagokat. A mai prezentációt, amit ugye nem tudtam lejegyzetelni. És akkor készítek egy kis jegyzetet, és áttanulmányozom nagyjából, és utána már csak a vágás van a napomból hátra. Ha mindezt sikerül megcsinálnom a nap végéig, akkor én ezt egy produktív napnak könyvelem el. Szóval most ez motivál, megint megtöltöttem a poharamat, és közben itt iszogatok, mert hogy akkor különben elaludnék, és most akkor nézem is, hogy fenn van-e a prezi. Ha van olyan nézőm, aki már egyetemre jár, akkor szükségem lenne azzal kapcsolatban tanácsra, hogy mennyire kell az egyetemi, hogy mennyire kell az egyetemi tanulást úgy elképzelni, mint a középsulisat. Szóval tényleg minden órán tanulni kell, vagy egybe leülsz és megtanulod az anyagot a vizsga előtt. Aki már ebben járatos, azt kérlek írja meg, hogy ez hogy működik, nektek hogy vált a legjobban be. Na, pont most tanulok egy órája. Gyorsnosi a tanulás mellett egy kis humusz és répa, és az állólámpámat átraktam ide, szóval sokkal jobban megy így a tanulás. Ebben a füzetemben írtam egyébként, ez csak a mai órának az anyaga, ezt figyeljétek. Egy oldal, két oldal, három oldal, négy oldal, öt oldal. És a hatodik és a hetedik is be fog telni. Örülök, hogy végeztem vele. Hát halljátok, nem fogjátok elhinni, hogy mekkora mázlim van. Küldik a szaktársaim, hogy egy csomó mindenkinek nem lesz spanyol szaknyelv, mert hogy az egyik tanár nem tudja elvállalni. És azt hittem, hogy akkor nekem is elmarad, ami azért lenne nagy szívás, mert akkor nem tudnék egy második nyelvet tanulni. De én pont a másik tanárnál vettem fel, mert egyébként kettőnél lehet felvenni. Szóval ezt most megúsztam. Készül a vacsim, wrapet fogok csinálni, ezek kerülnek be.
bele, és most pedig megmelegítem a breppet. És a vacsim szép színes lett, és most pedig azt fogom tenni, hogy ezt megeszem, és közben nézek valamilyen sorozatot. Az ágyamban. A vacsora óta annyi történt, hogy először beszélgettem az egyik barátnőmmel, a Blankával, utána a barátommal, utána pedig anyával, aztán megjött a lakótársam, a Revi, és utána vele beszélgettem, és most le fogok pihenni és alszom. És hogyha összegezni szeretném ezt a hajnali 5-kori keléses napot, azt mondom, hogy egy nagyon jó nap volt. Igaz, hogy a végére lebetegedtem, és nagyon elfáradtam, de mindent megcsináltam, amit szerettem volna. És ehhez biztos vagyok benne, hogy hozzájárult az, hogy korán keltem, mert így már abban a mentalitásban indítottam el a napomat, hogy amit eltervezek, szóval azt is, hogy 5 órakor kelek, azt be fogom tartani. És a videót is betartottam, ahogy elterveztem, szóval a napi teendők is ezt a sémát követték. Ez tényleg pozitív kihatással volt a napomra, de azt meg kell hagyni, hogy nem biztos, hogy az én habitusomhoz illik ez az 5 órai kelés. Vagy 2 kávét kell innom, vagy egy pici alvást be kell iktatnom, mert nagyon elálmosodok, és csigalassan csinálom a dolgokat. Míg este felpörgök, szóval ezért jobb nekem, hogyha például tovább fennmaradok, és akkor végzem el a dolgaim nagy részét. Nyilván azért én ezt most ilyen dráma, ilyen értem meg, hogy hú, hajnali 5-kor kellett kelnem, viszont nagyon sokan vannak, akik minden nap hajnali 5-kor kelnek, hogy beérjenek a suliba, beérjenek a munkába, szóval azért megértem, hogyha más rá van kényszerítve, és azért kell 5-kor, és nem annyira éli meg ugyanígy, ahogy én. Minden esetre ez egy nagyon jó kihívás volt, és összességében nagyon elégedett vagyok az eredményekkel, szóval, hogyha majd legközelebb úgy érzem, hogy egy picit túlzottan le vagyok maradva a teendőimmel, és már rég volt produktív napom, akkor lehetséges, hogy ezt a módszert, ezt a koránkeléses módszert fogom bevetni. Hogyha ti is ilyenekre nyitottak vagytok, akkor ajánlom nektek, hogy mindenképpen próbáljátok ki ezt a hajnali 5-kori kelést, és írjátok meg nekem a tapasztalataitokat. Köszönöm szépen, hogy ha itt voltatok ebben a videóban. Ne feledjétek, hogy fán vagyok Instán is, szóval mindenképpen csekkoljátok le az Instámat, és hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban. Puszi nektek, sziasztok, most pedig megyek, és alszom egyet.